barátok, nekünk így működik. Mennyi karok, 10 forba, jó, állj meg, várjál. Egy, kettő, jó, kettő, a másik. Jó, húzzatok kifele! Ha így figyelj, így lehúzod, figyelj mindig, hogy rajta van a segni, nehogy kiakadjon. Na jó. Rebe, vaj! Yeah, we are star, everybody together. Arra nézzük. Ilyenkor meg kell nézni, nehogy beakadjon valahol. Akkor most azt látjuk, hogy elkezdett emelkedni a... Igen, igen, igen. Szerkezet. Ilyenkor mindig oda kell figyelni mindenre, 100 szemek elő legyen. Tényleg, hogy mindenhol jó. Káresz! Mozdítsd meg a kábel! Így jó. Nyílj a Gyuszi! Gyuszi! Jó. Igen. Innen már nem akad be. Jó. Jó, milyen ott? Mert ez így jó, nem? Na, időközben megérkeztünk a kvázi lovardába. Itt van az egyik, ami elszabadult. Van a téve, jó? De Krisztián, hány lóval érkeztetek? Na, a lényeg az, hogy itt össze-vissza van egy 30 ló körül. Többfajta ló, frízló, utána van aratteli vér, kispóni, van egy ilyen bajszos ló is, ez egy új fajta. Ő, László. Ja. László. Szóval itt tartjuk az állatok, az szintén egy ilyen olasz szerkezet, ami vannak ilyen lóboxokat, stb. Ugyanez a cég, ami csinálta a sátor, sőt nem a sátor, most hazudnám, ami a masztokat csinált, a katapollok, stb. Uh-huh. Ez a Ancheski. És akkor ez a legjobb, ami létezik Olaszországon, az ugyanígy csinált az Istaló, és akkor a lényeg, hogy vannak a boxok, és rajta van a sátorpony van, és akkor így biztonságban szélvédett helyen vannak a lovacskák. Igen, milyen produkcióval készültök? Hányféle produkció lesz ez? Van körülbelül, most ez egy jó kérdés, mert most így egyszer sem számoltam. Körülbelül tudom, hogy ilyen 14-15 produkció van, vagy pontosan, de hát a lényeg, hogy kimondott csak ilyen lovas. Igen, lovas számok lesznek. Van-e olyan igazán különleges produkció, amit máshol nem láthatnak a... Hát sok van, most nem lehet így mondani, hogy egyet. Hát most melyik ez egyet? Szerintem ami a Flóri felmegy a két lovon, fent a hátan, és akkor ott csinálja a szám fent. Szerintem az egy valamit, ami ritkán van, az egy ilyen szám. A snowboard is egy ilyen szám, ami végül is ilyen ritkán, mert nem lehet így látni. Vannak másik számok, ami hasonlók biztos, hogy vannak, mert sajnos a mi szakmába kitalálni sajnos nem lehet. Már lehet, hogy egyszer valami ki lehet találni, de nagyon ritkán is, az ember ezt ki is találta. Rögtön már csinálják. Ha látnak valami jó, akkor rögtön ellopják. Csinálják. Mert ugyanazt tudok mondani, régen, mikor dolgoztam én is a porondba, és nagyon szerettem, mert most is kim voltunk Lengyelbe dolgozni, és csináltuk egy fesztivál Lengyelországon, és akkor én nyertem a legjobb díjat, mert volt két ezős, egy arany, én nyertem az arany. Magyarországon a mai nap tényleg akárhova megyünk, mindenhol kérdeznek, hogy szerepeljek-e, vagy így, stb. Tehát idén nem fér be a műsorba, mert az nem egy cirkusz műsor, igen. Ez végül is egy ilyen lovasó, és akkor az nem fér be ebből. És akkor nekem, hogy dolgoztam kint, egy év alatta csináltunk 250 város. Szóval két év alatta egyszer volt 220, a másik 250. Közel 500. És akkor egy kicsiket így stresszes volt, nagyon nehéz volt, és akkor 9 hónap, 2-9 hónap volt a szezon, és akkor utána döntöttünk, hogy akarunk egy kicsiket pihenni, itthon lenni a családunkkal, és akkor újra így Magyarországon. És nagyon hiányzott, mert végül is Magyarországon 15 év keresztül rengeteg ember ismerem, tényleg, akárhova megyek, elmegyek a boltba, elmegyek ide, elmegyek oda, hát 15 év. Aha.
Tehát általában mindig meg szoktam mozni a közönség, amikor szerepelek, és akkor rengeteg ember. És nem hiányzik megint a poront, a gyerekek, a kacajok? Hát én imádom, hát most nekem ez a mindenem. Van még olyan, hogy mi láthatunk esetleg majd porondon téged? Hát én mindenféleképpen akarok, persze. Mindenféleképpen nem, most nem, ez az éve, tehát így sült el, hogy akkor végül is, hogy elvállaltam ez a munka, de én imádom csinálni az én munkám, mert mondom, én gyerek óta csinálom. Szóval volt a ötös Gabi bácsi, mert végül is az anyám, én félolasz, fél magyar vagyok, és akkor ő mindig mondta, hogy én vagyok az ő példa, mert nekem a Gabi bácsi az ilyen példakép volt, mert a mi szakmában az ő családja, mert az anyám ötvös, és az ő családban én vagyok az egyik, aki tovább vitte a szakmát, nem? Aha. És akkor, amikor voltunk lellen, akkor minden évet jött megnézni, és mondta, ja, gratulál, akkor tényleg, hogy ügyes vagyok, akkor így kéne, úgy kéne. Az egy ilyen dolog, hogy az ember tényleg a mi szakmában nagyon fontos, hogy tényleg, hogy főleg, hogy ő is bohóc volt, mint én, nem? Hát végül is. Persze, emlékszünk és rá. Az nagyon jó dolog, az nekem az nagyon sokat számított az, hogy egy ilyen ember, mint ő, aki tényleg, hogy járt mindenhol a világon, megmondta, ja, hogy tényleg, hogy tetszik, és akkor az egy nagyon fontos dolog, nem? Hát bizony. És a lényeg az, hogy Magyarországon tényleg, hogy 15 év keresztül, szóval most nem nekem kell mondani, de a mai nap tényleg mindenki ismer, és nagyon tetszik, amit csináltak. És látunk még a porondon, ez a lényeg. Hát biztos. Legyen biztos. Így. Köszönöm. Én biztos. Köszönöm. Na.